Szia! Ma akkor megint együtt fogunk tanulni. Most már úgyis csak gyakorolni kell, hiszen tegnap már elolvastad szépen az olvasmányt. Ma egy kicsit beszélgetünk róla, ismétlünk, gyakorlunk. Először is ismétlő kérdéseket fogok neked feltenni. Arra kérlek, hogy miután felolvasom a kérdést, próbálj meg te magad válaszolni. Aztán majd látni fogod az én válaszomat is, azt elolvashatod vagy magadban, vagy halkan, némán. Mindenképpen számold, légy szíves, hogy hány választ fogsz eltalálni. Jó? Na nézzük az elsőt. Ki írta az elbeszélést? Második. Milyen madarakról szól a történet? Harmadik. Mit csináltak a fecskék, miután megérkeztek? Negyedik. Mit kértek ebédre a fecskék? Ötödik. Hol gyűjtötték össze a bogarakat? Na, hogy sikerült? Mennyit találtál el? Megszámoltad? Biztos nagyon ügyes voltál. Rajzolj majd a füzetedbe egy ilyen mosolygós arcot mindenképpen, jó? Úgyis lesz a füzetben egy kis munkánk. Tettem ide egy kis fecskét, remélem tetszik ez a kép, hiszen most az lesz a feladatod, hogy olvasd el nekem hangosan az olvasmányt. Arra kérlek, hogy állítsd meg a videót, mielőtt elkezded az olvasást, és ha végeztél, akkor indítsd el újra. Kezdheted. A munkafüzet feladatai következnek. A 66. oldalon kell megint kinyitnod a munkafüzetet. Ha esetleg nem készítetted ide, akkor nyugodtan vedd elő, addig megállíthatod a videót. A hármas feladatot fogjuk megoldani, illetve itt csak beszélgetnünk kell. Az a kérdés, hogy miért volt olyan nagy esemény a fecskék megérkezése. Próbáld elmondani. Olvasd el azt is, amit én írtam. Másik kérdés, miért szeretik annyira az emberek a fecskéket? Olvasd el azt is, amit én írtam. Hát én arra gondoltam, hogy elkapják a bogarakat, a legyeket, amiket mi nem nagyon szeretünk. Ugye mindig elhessegetjük őket mindenhonnan. Nem szeretjük, ha ránk szállnak, nem szeretjük, ha az ételre szállnak. Úgyhogy mi ezért szeretjük a fecskéket, én erre gondoltam. Te is biztos nagyon jókat gondoltál. Most lesz egy kis írásbeli munkánk, le kell másolni a füzetbe a kis fecskék köszöntőjét, de előtte olvassuk el együtt, jó? Úgyhogy nyisd ki a könyvedet, nyugodtan megállíthatod a videót addig, hogyha esetleg nem készítetted elő, és keresd meg ott fent, hogy hogyan köszöntötték a fecskék az embereket. Na, olvassuk. Fityfirity, fityfirity, kikelet, kivirít, terike, gyereki, ferike, gyereki, csicseri, csicseri. Akkor most másoljuk le, úgyhogy légy szíves, készítsd elő a kis füzetedet. Ha nem készítetted elő, akkor nyugodtan állítsd meg a videót. A füzetedbe írd fel a dátumot, ma 3. 24-e van. Zölddel írd fel a címet. Hagyj ki egy sort, úgy, ahogy szoktunk mindig a cím után, és kezd el másolni ezeket a kis verseket. Tudod, a verset úgy másoljuk, hogy ami új sorba kezdődik a könyvben, azt te is új sorba kezded. Figyelj a vesszőkre,
figyelj az ékezetekre, mondatvégi pont, nagybetűvel kezded a neveket, Terike, Ferike, mindenre figyelj, szépen dolgozz, és állítsd meg itt is nyugodtan a videót. Ha végeztél, akkor indítsd újra. Biztos nagyon szépen másoltál, úgyhogy tudod, szoktam kérni, hogy rajzolj is valamit. Hát, ha van kedved, rajzolsz, ha nincs kedved, nem muszáj. Én egy ilyen kis rajzot gondoltam, ahogy a kisfecskék már ott vannak a fészekben, anyukájuk éppen hozott nekik biztos valami kis finom bogarat, úgyhogy te is, ha van kedved, rajzolj valamit. És ha kész vagy a rajzzal, akkor próbáld elmondani a történet tartalmát a munkafüzet kettes feladatának a segítségével. Tudod, ott van az a három kép, és légy szíves, nézd a három képet, és a három kép segítségével kezd el a saját szavaiddal elmesélni a történetet. Tudod, amikor tartalmat mondunk, akkor nem kell hosszasan meg szó szerint elmondani, csak röviden a saját szavaiddal. Ennyi volt a mai munkánk. Köszönöm, hogy ma is velem dolgoztál, nagyon-nagyon ügyes vagy, csak így tovább, szuper, még találkozunk, szia!